Sziasztok, sziasztok! Üdv újra az Akadémián! Végre egy újabb teremtmény bemutató, melyben ezúttal a Mustafar lávával borított világában őshonos lávabolha nevű fajt fogom nektek bemutatni. Ha érdekel a kánon és a legendák béli leírása ennek a fura lénynek, akkor tartsatok velem ma is! A lávabolhák egy nagy testű, hat lábbal rendelkező pirosas színű, a rovarok családjába tartozó teremtmény volt, ami a Mustafar vulkánokkal borított planétájáról származott. Az evolúció folyamán ezek a lények alkalmazkodtak a felszín perzselő forróságú környezeti viszonyaihoz, ennek köszönhetik a vastag külső vászszerkezetüket, mely rendkívül ellenálló az extrém hőmérsékleti viszonyokkal szemben. Életterüket a felszíni kérekbe való járatok és komplex barlangrendszerek kirágása által alakítják ki, mely folyamat közben a táplálkozásuk is biztosított. Mégpedig azért, mert ezek a lények ellentétben az általunk is ismert bolhákkal nem vért szívnak, hanem a talajban található anyagokat bontják le. Az általuk kirágott barlangokba rendezkedtek be a Mustafari faj értelmes tagjai is. Az értelmes déli Mustafariak pedig még meg is szelídítették ezeket a vadállatokat, valamelyest háziasították őket, és gyakran egy olyan hátas lóként is használatba vették a hatlábú lényt. A legendák szerint sem hasonlítanak a lávabolhák az általunk ismert élősködőhöz, ugyanis ezek a teremtmények akár 4,6 méter magasra is megnőhettek. Tömegük pedig sok esetben akár a 250-300 kg-ot is elérhette. Életciklusuk korai szakaszában egy olyan lárva állapotban, még a szilárd halmazállapotú talajba fúródva cseperednek. De már ebben az életciklusban is a talajból kirágott kőzeteket fogyasztják el, mely étrendet egy rendkívül erős, a szervezetük által termelt savval bontanak le emészthető formába. A lárvák általában egy éves koruk körül érik el az egy méteres hozt, és ilyenkor megkezdődik életük következő szakasza, a bábállapot, mely általában mindössze csak nagyjából egy hónapig tart. Ezt követően feltörik a burkot, amiben időközben egy hatlábú lávabolhává fejlődtek. Ekkor pedig mindösszesen csak egy méter magasak. A fejlődésük megértéséhez a galaktikus alapnaptárat érdemes felcsapni, mely szerint egy évben 10 hónap van, ezek pedig 35 naposak. Igaz, ez nem biztos, hogy korrekt alap lehet a lávabolha vizsgálatához, hiszen a Mustafaron egy év 412 standard napig tart. Viszont a bolygó forgás ideje 36 standard óra. Szerintem elképzelhető, hogy a lény kikelési ideje a galaktikus alapnaptár szerint van feljegyezve, nem pedig a Mustafar keringési és naptári adatai alapján. De talán ebben nem is kell annyira belemélyülnünk most. A lényeg, hogy a frissen kikelt fiatal lávabolha még nem rendelkezik olyan vastag és ellenálló külső vázzal, mint a kifejlett egyedek. Ezt majd csak a későbbi életszakaszában növeszti meg, és ehhez bizony különböző kavicsok elcsócsálása által vezet az út. A Mustafari nép a faj háziasításán és annak meglovaglásán túl még sok hasznát vette ennek az érdekes lénynek. Az elhullott egyedek páncélját sokszor felhasználták, mint amolyan hőpajzs, mivel az ellenállt az iszonyatosan meleg környezetnek, kiválóan szigetelt és viszonylag könnyű volt. Az állatonutazás egyébként az értelmes Mustafariaknak egy jelentős tényező lett a mindennapok alatt, hiszen e lények hátán átkelhettek a lávafolyókon, és akár még a 30 méter magas szikla oldalakra is felugorhattak ennek a hátán ülve. Ennek okán az sem meglepő, hogy a Mustafariak a lávabolhát nagy becsben tartották. Ez tűnt számukra a legjobb befektetésnek, és mivel az idegen világokból származó technológiákra egy részük mindig is gyanakúan tekintett, így a túlélést is gyakran MRO-val jelentette. Később, amikor a Techno-Unió megtelepedett a lávával borított világban, és olyan csodákat hoztak magukkal, mint a repulzor alapú lebegtető technológia, a Mustafariak még mindig jobban preferálták a lávabolhák használatát. Ezen túl még egy jelentős szerepe volt ennek a lénynek a helyi kultúrában, ez pedig nem más, mint a felnőtté válási ceremónia. Ennek keretében a fralidájai lakosok összegyűltek, hogy figyelemmel kísérjék azt, amint egy érett kort elért társuk egy lávabolha hátán igyekszik átugrani egy vulkáni láva alkotta vízesést, mindenféle páncélzat nélkül. Amennyiben sikerrel járt, akkor felnőttnek számított. És nagyjából ennyi lenne minden, amit a Mustafari lávabolhával kapcsolatosan ma el tudtam nektek hozni, remélem érdekesnek találtátok. Azonban érdekelne, hogy te hallottál-e már valaha erről a teremtményről, és ha igen, akkor észrevetted-e őket a Star Wars 3. részében, a Sithek bosszújában. Majd írj egy kommentet ezzel kapcsolatban is. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsd el kérlek majd megcsapkodni a like gombot, valamint iratkozz fel, ha tetszik a csatorna, és esetleg új lennél még itt. Szeretném kifejezni külön köszönetem minden Patreon támogatómnak, és üdvözölni a legújabbat közülük.
Jack, köszönöm a támogatást, nagyra értékelem. Ne feledjétek, hamarosan ismét találkozunk egy újabb, érdekes és reményeim szerint szuper videó keretében. Addig is, mint mindig, a lávaból, ha legyen veletek. Márha feltéve esetleg a Mustafar világába tévednétek.